Jó napot kívánok! Itt állunk Szabó Zsolttal, a Párbeszéd elnökségi tagjával és alpolgármesterével, Iváncsán. Iváncsa is egy olyan település, ami kénytelen elszenvedni az Orbán kormány teljesen őrült akkumulátorgyár építési terveit, az, hogy egyfajta veszélyes üzem nagyhatalommá akarják tenni Magyarországot. Itt az Iváncsa egy nagyságrendileg 3000 főt számláló kis település festői környezetben, de gyakorlatilag egy 135 hektáron elterülő hatalmas üzemet építenek ide, ami egy veszélyes üzem lesz, ugye akkumulátorgyártás fog itt is folyni. A Párbeszéd már többször elmondta, és ezért most egy parlamenti vitanapot is kezdeményezünk, ami hamarosan megrendezésre kerül, hogy a fideszes vezetőknek be kéne számolni arról, hogy miért gondolják azt jónak, hogy gyakorlatilag Magyarország éves áramtermelésének a jelentős részét ezek az akkumulátorgyárak fogják elhasználni, amikor ugye Magyarország egyébként árambehozatalra szorul. Másrészt pedig, mi lesz Magyarország vízkincsével? Csak ez a dél-koreai akkumulátorgyár gyakorlatilag egy velencei tó melletti kis település napi vízigényét fogja, ivóvízigényét naponta elhasználni, és hogy ahogy egyre több ilyen gyár van Magyarországon, ezek a elképesztő klímaválság miatt amúgy is fellépő aszályt csak tovább fogják súlyosbítani. De nagyon durva az is, az a zajterhelés és az a forgalom, ami itt az iváncsai lakosokat érinti. Reggelente óriási dugók vannak, napi több száz jármű, teherjárművek haladnak el itt a falu mellett és a faluba vezető bekötő utakon, tehát közvetlenül is megkeseríti az itt élő emberek életét. És ráadásul az is nagyon sok falubeli fájlalja, hogy gyakorlatilag a Covid időszak alatt vészhelyzetben történt meg számos lépés, ami lehetővé tette ennek a gyárnak a felépítését. A polgármester a helyi lakosokkal nem egyeztetve, a lakosok háta mögött adott engedélyt számos dologhoz, ami miatt meg tudott itt valósulni ez az akkumulátorgyár. És a helyi lakosoknak nem is volt igazán lehetőségük beleszólni, sem tiltakozni, hiszen a Covid miatt speciális szabályok voltak érvényben, emiatt gyakorlatilag a képviselőtestület sem tudott beleszólni ezekbe a dolgokba. Tehát itt Iváncsa mellett is egy újabb veszélyes üzem épül, hatalmas területen veszélybe sodorva Magyarország termőföldjeit, Magyarország vízellátását és Magyarország áramtermelését. De a munkavállalóknak sem jó ez a gyár, erről Szabó Zsolt fog néhány mondatot mondani. Én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. Tehát onnét kezdeném, hogy nem csak környezeti szempontból igazságtalan a mögöttünk található beruházás, hanem igazságtalan az önkormányzatokkal szembe is, hiszen egy különleges gazdasági övezetben fekszik a beruházás, ami azt jelenti, hogy a gyár utáni adóbevételeket nem a települések szedik be, és így nem a településen élő polgárok döntése szerint kerül az majd elköltésre. Nekünk, dunajvárosiaknak azért is nagyon fáj ez, hiszen Dunajvárostól adóforintokat vettek el ezzel a különleges gazdasági övezettel, hiszen az itt található ipari parkból származó bevételek fele Dunajvárost illette volna, ám ezt a kormány elvette a dunajvárosiaktól. Így az itt élőknek viselniük kell a gyár káros következményeit, de nem részesülnek a gyár által fizetett adóból. Nekünk itt a környéken nagyon fontos az, hogy a munkavállalói jogok be legyenek tartva, hogy bármilyen munkáltató idejön Magyarországra, tisztelje a magyar emberek munkakultúráját, és betartsa Magyarország munkavédelmi törvényeit. Sajnos több baleset is történt a gyárban, ez mi egy rossz kezdés, és nagyon reméljük, hogy a továbbiakban ezek a balesetek meg fognak szűnni, és minden magyar munkajogi törvényt be fognak itt tartani. Szerte Európában akkor tudnak jól működni gyárak, hogyha betartják a szabályokat, és hogyha az önkormányzatoknak érdemi lehetőségük van arra, hogy akár környezetvédelmi szempontból is felügyelni tudják a gyárak működését. Ezzel szemben ma Magyarországon azt látjuk, hogy a kormány folyamatosan a lakosok
kárára könnyíti a veszélyes üzemek működését. A Párbeszéd szerint, és erről már határozati javaslatot is nyújtottunk be a parlamentnek, igenis nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen körülmények között, akár milyen levegőminőségben tudnak élni egy adott település polgárai, és az önkormányzatokat ennek az ellenőrzésébe a kormánynak segítenie és támogatnia kell. Köszönöm szépen! Így van, és még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez bár ugye egy dél-koreai gyár, de hatalmas mennyiségű állami támogatást is kap. Gyakorlatilag 90 milliárd forint nagyságrend az, amit a magyar állam erre a gyárra fordít, és azt is tudnunk kell, hogy a rengeteg infrastruktúrális beruházást, az építkezést, az útépítést, vagy akár például a csatornák, a vízvezetékek megépítését részben a Market ZRT, részben a Mészáros és Mészáros Kft. Végzi, tehát pontosan látjuk azt, hogy az Orbán kormányhoz kötődő cégek, az Orbán kormány fideszes oligarchák azok, akik magából az építkezésből is hasznot húznak, és nem a helyben élő emberek, ahogyan Szabó Zsolt is elmondta. A Párbeszéd emellett még adatigénylést is nyújt be annak érdekében, hogy megtudjuk azt, hogy például a akkumulátorok feldolgozása és újrahasznosítása hol és hogyan fog megtörténni, vajon fogja-e az is terhelni itt az iváncsaiakat, hiszen egyébként ezeknek a gyáraknak kötelező részt venni az akkumulátor, mint veszélyes hulladék feldolgozásában. Tehát számos nyitott kérdés van, környezeti hatástanulmányok nincsenek, ezért a Párbeszéd mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy egyrészt felhívja a figyelmet ezeknek az üzemeknek a veszélyességére, másrészt pedig, hogy segítsünk abban, hogy a helyi lakosok legalább információhoz jussanak, hogy mi is történik gyakorlatilag a szomszédságukban. És most meg fogjuk fordítani a kamerát, hogy lássa mindenki, hogy a mögöttünk lévő akkumulátorgyár tényleg pár száz méterre helyezkedik csak el Iváncsától, a lakóházaktól. Nem véletlenül panaszkodnak a faluban élők a zajterhelésre, a nagy forgalomra. Köszönjük a figyelmet, folyamatosan foglalkozni fogunk még az akkumulátor gyárak veszélyeivel és témájával.